ennyit erről, és akkor még egy cikk, ami a National Geographic-ban jelent meg. Érdemes az egész cikket elolvasni, ez csak egy részlet belőle. Ez 2007. februárjában jelent meg, a címe A Fekete Arany Átka. Írta Tom O'Neill. A Nigériában föltárt olajmezők gyors gazdasági fejlődést, az életszínvonal látványos javulását ígérték, nem így történt. Ma erőszak, szegénység és környezetszennyezés sújtja az országot. Ezért immár sokan átoknak tartják a Niger Delta több évtizedre elegendő nyersolajkincsét. Ja, itt megjegyezném. A Niger Delta több évtizedre elegendő nyersolajkincsét. Mit jelent az, hogy több évtizedre elegendő nyersolajkincs? Ki mondta azt, ennek a mostani pökhendi, beképzelt és magával eltelt generációnak, hogy ő az, aki méltó és jogos arra, hogyha mondjuk tényleg ez lenne az utolsó pár milliárd liternyi olaj, hogy ezt kiszipkázza a talajból. Ki mondta azt, hogy ez a generáció az, amelyik kivághatja a 200-300 vagy 400-500 éves fákat, az őserdőt? Ki mondta azt, hogy ez a generáció az, amelyik erre jogosult? Ki mondta azt, hogy több évtizedre elegendő az a nyersolajkincs? Ha azt mondom, hogy nem, ahhoz nem nyúlunk. Mert nem. Dél-Nigériában az olaj mindent beszennyez, elcsorog a csővezetékekből, megmérgezi a talajt és a vizeket, bemocskolja a hasznát lefölöző politikusok és tábornokok kezét. Megfertőzi a fiatalokat, akik bármire képesek, hogy megkaparintsanak valamit a cseppfolyós vagyonból. Lövöldöznek, csővezetékeket tesznek tönkre, külföldieket rabolnak el. Nigériában minden megvolt a szerencse és végű meséhez. Egy szegény afrikai ország és a váratlanul felfedezett hatalmas ásványvagyon. A jómód ábrándja olyan erővel tört felszínre, mint 1956-ban a Niger Delta mocsaras földjéből az olaj. Miután a csekély kéntartalmú, könnyen benzin és gázolajjá finomítható Bonnie Light keresetté vált a világpiacon, az 1970-es évek közepére Nigéria a kőolajat exportáló országokat tömörítő OPEC tagja lett, és az államkincstár színültig telt olajdollárokkal. A lehetőségek határtalannak látszottak, és aztán minden végzetesen félresiklott. És akkor a mostani leírás. Sok kilométer hosszan elnyúló zsúfolt szemetes nyomornegyedek. Szabadtéri vágóhíd folytogató fekete füstje gomolyog a tetők felett. Kátyúk és keréknyomok szabdalta utak. Elvetemült bandák kószálnak az iskola udvarokon. Zsibárusok és kéregetők rohanják meg a benzinkútnál megálló kocsit. Ez Port Harcourt, a nigériai olajközpont, egyszer mint River szövetségi állam fővárosa, melyet nagyobb kőolajmezők öveznek, mint az Egyesült Államok és Mexikó együttes készlete. Virágoznia kellene. Ehelyett rohad. A városon kívül kisebb-nagyobb vízfolyások és csővezetékek útvesztője szövi át a folyódeltát. Ez a világ egyik legnagyobb mocsárvidéke, maga a földi pokol. Partmenti települések nem egyebek, vályok, kunyhók és rozsdás bádokkaibák tömkelegénél. Éhes, félmeztelen gyerkőcök és rosszkedvű munkanélküli felnőttek csoportjai ténferegnek a földutakon. Nincs villany, nincs rendes ivóvíz. Nincs sem egészségügyi ellátás, sem iskola. A halászhálók szikkadtan lógnak a fatörzsből vájt, csónakok elhagyatva hevernek az iszapos parton. A több évtizede szivárgó olaj a gázfákják miatt savassá váló eső, meg a csővezetékek útjában álló mangróverdők letarolása kipusztította a halakat. Nigériát azt tette tönkre, ami kezdetben oly sokat ígért, az állam bevételeinek 4/5-ét, kivitelének 95%-át adó olaj.
Az ország 1960-ban még szinte csak mezőgazdasági cikkeket, legfőképpen pálmaolajat és kakaóbabot exportált. Ma már mindezek alig számítanak a külkereskedelemben. Afrika legnépesebb, 130 milliós országa ma több élelmiszert kénytelen importálni, mint amennyit megtermel, pedig hajdan önellátó volt. A kőolajban dúskáló Nigéria finomítói nagyon gyakran leállnak, ezért az üzemanyag szömét importálni kell. A benzinkutak gyakran zárva vannak a hiány miatt. Egy új keletű ENSZ jelentés szerint az életminőség itt rosszabb, mint bármely nagy olajtermelő országban, Indonéziát és Líbiát is beleértve. Az egy lakosra jutó évi 1400 dolláros jövedelem kevesebb, mint a csupán halat és földi magyarót exportáló Szenegálban. A Világbank az ingatag államok közé sorolja Nigériát, ahol fennáll a fegyveres összetűzések, a járványok és a kormányzat kudarcának veszélye. A teljes cikket a National Geographic magazin februári számában olvashatja el. Érdemes elolvasni, mert ott van az is leírva, amikor az egyik törzsfőnök, az ottani törzsnek a főnöke jelentette valamelyik ottani nagy kőolajcégnek, Exxon, Shell, nem tudom melyiknek, hogy már 3 hónapja ég az egyik olajtorony, fölrobbantották, és a lényeg az, hogy kellett hozzá még egy csomó idő, mire azt megjavították. Tehát egyszerűen annyi ott az olaj, és annyira nem érdekli ezeket az embereket, hogy most környezetszennyezés, vagy katasztrófa, vagy egy-két olajkút fölrobbantott állapotban hever, ugye, mert az ilyen akciózó vademberek ott is dolgoznak, hogy egyszerűen oda se bagóztak ezekre a törzsi embereknek a jelentésére.